Más témával megyünk tovább. Őstermelői kártyák váltják fel a papír alapú kézzel kitöltött igazolványokat. Az új kártyán lévő adatok segítségével könnyebben ellenőrizhető, hogy milyen eredetű terméket árulnak a piacon a gazdák. 2015. december 28-án született egy kormánydöntés, ami lehetővé teszi, hogy a hagyományos papír alapú igazolványokat egy kártyaszerű őstermelői igazolvány váltja fel. Ez nem csak annyiban változik meg, hogy nem papír alapú lesz, hanem ez egy informatikusabb tájékoztatást tud adni azoknak, akik ennek az ellenőrzésével vannak majd megbízva, és több adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy ez az őstermelői milyen területen, milyen növényeket termel, és csak azokat tudja értékesíteni, amit regisztrált és feltüntetett ebben az igazolványban. Miért volt erre a változtatásra szükség? Régi vágya az igazi őstermelőknek, hogy szűnjön az meg, hogy az összemosható volt az őstermelői tevékenység a kereskedelmi vállalkozásával. Egy helyen tudott eddig egy őstermelő kint is árulni, egy személy és vállalkozó kint is. Én úgy gondolom, hogy ezzel az igazi őstermelők csak nyerhetnek. Akik kereskedőként vették ezt igénybe, ezt a kedvezményt, lényegében azoknak most ez egy kiskapu bezárásával végződhet. 2016. december 31-ig érvényesek a régi őstermelői igazolványok, de mi azt javasoljuk, hogy akik jönnek a betétlapot érvényesíteni, azok már kezdjék el, most egy kicsit az idő is úgy engedi, hogy a falugazdászállózat most mással nem foglalkozik, és kezdjük meg ennek az érvényesítését. Most kap egy június 31-ig szóló, vagy engedélyezett nyomtatványt, és akkor, ha minden jól megy, a technika is velünk van, akkor 60 napon belül postán meg fogja kapni az igazi kártyaszerű őstermelő igazolványát. Az élelmiszerek nyomon követhetősége a versenyképesség alapfeltétele, mert a fogyasztó csak garantáltan biztonságos élelmiszert hajlandó levenni az üzletek polcairól. Éppen ezért is folytatódnak idén az élelmiszer ellenőrzések. Vendégem dr. Vajda Lajos, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye főállatorvosa. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. És főosztályvezetője a kormányhivatalon belül annak a főosztálynak, ahová tartoznak az élelmiszer ellenőrzések is. Valamelyest kapcsolódhatunk az őstermelői igazolványokhoz, mert hogy a NÉBIH munkatársai fogják ellenőrizni az őstermelői igazolványokat is, és abból a szempontból is ellenőrzik, hogy a gazdák a piacon milyen termékeket árulnak, annak az élelmiszernek milyen a nyomon követhetősége. Ez egy kulcsfontosságú kifejezés, az élelmiszerek nyomon követhetősége, mert hogy ez adta az alapját eddig is az ellenőrzéseknek. Igen, a nyomon követhetőség az valóban az élelmiszerbiztonságnak az egyik alapelve, sarokköve, és mikor élelmiszerbiztonságról beszélek, akkor élelmiszerlánc biztonságról beszélünk mindig, tehát a termőföldtől a fogyasztó asztaláig tart ez a biztonság, és ezeken a szakaszokon valamennyi részén kell azokat a garanciákat biztosítani, hogy a fogyasztó úgy érezze, bizalma meglenni, hogy biztonságos az az élelmiszer, amihez ő itt Magyarországon hozzájut. Na, ennek az egyik sarokköve a nyomon követhetőség. Mi is az a nyomon követhetőség? Úgy fogalmaznám meg, hogy a nyomon követhetőség az a képesség, és most élelmiszerekről beszélek, hogy a fogyasztáshoz, a fogyasztókhoz szánt élelmiszer, annak alapanyaga, segédanyaga, bármilyen kiegészítője, de még a csomagolóanyagok is, vagy bármi, ami az élelmiszerrel kapcsolatba kerül, vagy kerülhet, az bármikor nyomon követhető legyen, hogy hol, mi történt azzal az élelmiszerrel, vagy az alkatrészével, összetevőjével, az előállítás, termelés, feldolgozás, vagy a forgalmazás során. A nyomon követhetőségnek ez a lényege, mert ezzel lehet egy élelmiszer esemény, láncesemény esetén beazonosítani azokat az élelmiszerekről, hogy mi az, amivel intézkedés szükséges, esetleg vissza kell vonni, vagy vissza kell hívni azt az élelmiszert. Ez a nyomon követhetőség biztosítja azt, hogy csak az legyen visszahívva, visszavonva, amit valóban érintett, és ezzel a fogyasztók nagyobb bizalommal lehessenek az élelmiszerrel szemben. Ez egy komplex rendszer, szabályokat tartalmazó rendszer, tehát ez a nyomon követhetőség. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit használnak akkor, amikor megvizsgálnak egy-egy terméket mondjuk a kereskedelemben, vagy egy terméket, hogy hogyan kerül be a forgalomba? Igen. A nyomon követhetőség
mindig is fontos eleme volt az élelmiszerbiztonságnak, Európai Uniós szinterről is beszélek, nem csak magyar nemzeti szabályzásainkról, ugyanis valamennyi uniós jogszabály is kötelezően alkalmazandó a hazánkban is. 2002-ben lett az a legelső, igen komolyan foglalkozó nyomonkövetőséggel komolyan foglalkozó jogszabály az Unióban, ami nálunk ma is érvényes még. Hogy miért került egyébként ekkor ez ennyire reflektorfénybe? A 90-es évek élelmiszerbotrányra talán emlékezhetnek a kedves nézők is, volt ott kerge, maharakor, dioxinbotrány, stb. Akkor azt állapították meg az Európai Unió, mert nem Magyarországról beszélünk, az Európai Unió élelmiszerbiztonsági hatóságai, hogy a nyilvántartások nem biztosítják azt a nyomonkövethetőséget, hogy beazonítsák pontosan, hogy mi érintett ebben a vészhelyzetben, élelmiszerlánc eseményben, és ez felesleges károkat okozott a élelmiszerelváltónak is, mert jóval több élelmiszert kell esetleg kivonna a forgalmazásból. A fogyasztók bizalma megrendült, de akár még politikai következmények is lehettek az Unióban egy nem megfelelő élelmiszerbiztonsági kérdésnek. Nem beszélve a gazdasági következményekről természetesen. A fogyasztók bizalmát ezt értjük, emlékezzünk rá, hogy visszaesettek a marhús fogyasztások, például amikor a kerge marhakor volt. Fogyasztói szemszögből mikor biztonságos egy élelmiszer? Én úgy gondolom, hogy alapelv most az, hogy ami az üzletek polcai kerül ma Magyarországon, az biztonságosnak tekinthető. Többek között a nyomonkövethetőség is az egyik alapelv, amit mi ellenőrzünk a különböző szintek ellenőrzésekor, ezt mindig nézzük. A nyomonkövethetőségnek az alapelve, hogy egy lépéssel előre és egy lépéssel vissza nyomon kell tudni követni azt az élelmiszert, alapanyagot nem akarom ismételni, tehát az, hogy kitől jött, pontosan mennyi, mi minden paraméterét, és tovább adva is ezt nyomon kell tudni követni, tehát egy lépéssel vissza is, egy lépéssel előre, és láncszerűen természetesen ez így tovább lehet göngyölíteni, és pontosan be lehet határolni például, hogy mi az, ami érintett esetleg egy élelmiszerlánc eseményben. Úgy gondolom, hogy ma Magyarországon biztonságos élelmiszerek kerülhetnek a polcokra az üzletekben. Mikor hívnak vissza egy terméket, egy árut, mikor és hogyan találnak hibát? Igen, tehát hogyha bármilyen, ez lehet egy fogyasztói bejelentés, de lehet például az, hogy az élelmiszer vállalkozó jön rá saját vizsgálata alapján, hogy valamilyen terméke hibás, ugyanis az élelmiszeripari vállalkozónak kötelessége visszaívni hatóság intézkedés nélkül a termékét, ha ő hibát talál benne, de mondom, hogy hatóság találja, akkor szintén ekkor is nem hatóság kikényszerítőre szükséges, de az élelmiszeripari vállalkozónak kötelessége visszavonni vagy visszahívni. A kettő között a különbség az, hogy a visszavonás az, amikor csak a kereskedelmi forgalomból hozzák vissza már oda kikerült terméket, a visszahívás pedig az, amikor a végső fogyasztó is eljutott már esetleg, és akkor esetleg újságokban olvashatunk ilyet, vagy ilyenkor a kereskedelmi egységében is ki kell tenni megfelelő helyen kiírva, hogy mi az a termék, amit a fogyasztók visszavihetnek, mert visszahívták a fogyasztóktól. Akkor vissza is esik annak a terméknek a fogyasztása egy idő után, igen. Az megfigyelhető. Csak néhány élelmiszert mondok, hús, húsüzemek látogatása, méz, a méznek a tisztasága és a hamisítatlan méz megléte, de az élelmiszerüzletek, a pékségek ellenőrzése, ez mind a tavalyi évben a NÉBIK feladatkörében benne volt, illetve a látókörében benne volt. Mit mondaná ebben az évben, milyen termékekre figyelnek majd oda fokozottan, vagy lesznek-e ilyen kiemelt ellenőrzési területek, akár vágóhidak, hogyha már húsokról beszéltünk, vagy pékségek, stb.? Igen, az ágazati vezetőink, a NÉBIK, akit ön is említett, minden évben kiadnak egy egyéves nemzeti ellenőrzési tervet, ami megyékre lebontjuk, és azt hajtjuk végre megyék kormányhivatali szinten, illetve járási kormányhivatali szinten a szakemberénk ezt az ellenőrzést. Tehát van egy monitoring terv, ami alapján ellenőrzünk. Ez egy kockázatelemzésen alapuló, tehát a méz is benne van természetesen, mert a kockázatelemzés most kap szorzókat, ami alapján belekerül. Tehát vannak ezek a ütemezett, tervezett monitoring ellenőrzések. Vannak természetesen azok, amik fogyasztói bejelentésekre történnek, vagy bármilyen eseményre, ami az országban is történik, akkor elrendelhetnek ágazati vezetőink, vagy a miniszter ilyen ellenőrzést, de nemzetközi riasztás is jöhet, az nemzetközi gyors riasztási rendszeren, ami élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozik, amikor szintén el kell járnunk ellenőrizni. Nemzetközi összehasonlításban, vagy európai összehasonlításban azért Magyarország milyen helyen áll ebben a kérdésben? Én úgy gondolom, hogy Magyarországon az élelmiszerlánc biztonságra büszkék lehetünk. Nemzetközi megítélés is ez, tehát nem csak magunkra mondjuk. A jogszabályaink rendben vannak, tehát ez a láncszemlélet, ezt nagyon sok tagállam most veszi át, hogy a
termőföldtől a fogyasztóasztaláig, amit már említettem is. Ez a láncszemlélet egy nagyon jó alapot teremt a hatékony és eredményes munkához, és hát a megfelelő szakemberénk is rendelkezésre állnak, illetve technikai háttér, hogy ezt eredményesek legyünk. És a fogyasztók felé pedig egy tudatos vásárlást kommunikálnak, ez is nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Köszönöm szépen.